akár a Skype-on, akár a Viberen, akár a Messengeren, már nem csak hagyományos telefonjellegű hívást lehet indítani. Nem csak az internet veszélyeire, hanem a lehetőségekre is kitért a szakjogász a szenior korosztálynak az internet használatról tartott előadásában. Bonyhádon a Vörösmarty Művelődési Központ szervezte meg a Safer Internet program keretében a tájékoztatót. A tapasztalat azt mutatja, hogy az idősebb korosztály között is egyre elterjedtebb a mindennapi internet használat. Kaptam egy okostelefont, ezen van Facebook, ezt akarok vele megtanulni valamit, de szoktunk egyébként interneten is, a férjem szokott kérni, amikor szükséges, pont karácsonyra is volt rá példa. Baracsi Katalin jogász hangsúlyozta, az internet folyamatosan bővülő térnyerésével a csalási módszerek is napról napra változnak. Legutóbb a Nemzeti Adó és Vámhivatal nevében hamis elektronikus levélben adóvisszatérítésre hivatkozva próbáltak személyes ügyfél adatokat szerezni a csalók. Kifinomultabb módszerekkel találkoznunk, és nagyon fontos az, hogy az adathalászlevelek közül még mindig az a leggyakoribb, amikor mondjuk valamilyen hatóságot színlelnek, és egyre kifinomultabbak az ilyen típusú levelek, hiszen pontosan az interneten fellelhetőek már az adott szervezetnek az arculati elemei, egy egyszerű billentyű kombinációval letölthető ez a kép, és az emberek már annyira kreatívak, hogy tudnak fogalmazni egy hivatalosnak tűnő levelet. Ilyenkor nagyon gyakran a banki adatokhoz, információkhoz szeretnének hozzáférni, és nyilván egy külön terület maga az internetes bankolás. A szakjogász kiemelte, az állami szervek, bankok, akár közüzemi szolgáltatók semmilyen esetben nem kérnek személyes adatokat, bankkártyára vonatkozó információt e-mailen keresztül. Hozzátette, ezek a csalások kikerülhetőek, ha józanul végig gondoljuk az adott szituációt, de érdemes a honlapot is leellenőrizni, mielőtt gondolkodás nélkül megadnánk személyes adatainkat.